Hivatalosan is bemutassam önöknek Tűr Ádámot, aki a debreceni Ikon séfnek a séfje, Ikon étteremnek a séfje, úgyhogy egy nagy tapssal köszöntsék. Köszönöm szépen. És Ádám, esetleg mutassuk be a segítődet is, hogy... Igen, Gulyás Máté jött segíteni, ő junior sous-séf, séf helyettes az Ikon étterembe, úgyhogy így jöttünk, még Zsolti van, aki tartja a frontot az Ikonnál, amíg itt vagyunk, és egy túros csúszát szeretnék bemutatni igazából ma, egy kicsit az Ikon szellemiségébe átformálva, úgyhogy egy kicsit modernebb köntösbe bújtatva. Ezt fogjuk elkészíteni, közben egy picit szeretnék beszélni az alapanyagokról, a helyi dolgokról, a fejlődő kistermelőkről ott a környékünkön, és utána pedig lehetőség lesz megkóstolni limitált számba, de körülbelül egy 20 embernek a... Azt majd mindig szemben, hogy mindig arra bátorítjuk a közönséget, hogy osztozkodjanak, hogyha többen vannak családilag vagy párban, hogy minél többen ugye meg tudják kóstolni. Egy rövid mondatot, ha szabad, az Ikon étterem ugye Debrecen főutcáján található, és úgyhogy érdemes egyébként, hogyha hazafelé, attól függ, merre mennek, de érdemes esetleg útba ejteni. És én ugye tavaly nyáron voltam egy nagyon magas színvonalú, a fine diningnak és a jó házias ízeknek, kiváló alapanyagoknak valahogy egy olyan vonzó egyvelege, hogy szerintem mindenképpen a mai magyar, kortárs magyar konyhában tényleg az étterem és Ádám is az egyik legkiemelkedőbb képviselője, úgyhogy nagyon örülök, hogy a túros csúszát választottad. Közben már elsütöttem, hogy ugye ma reggel mi már ugye egy Biró Lajos félek túros csúszával indítottuk a napot. Az hogy ízlett? Nagyon-nagyon finom volt. Különleges volt ugye a zuza, amit készített hozzá, és még ugye volt egy-két nagyon érdekes dolog, amit kóstolhattunk. Úgyhogy hát Lali papi nem tud hibázni igazából. Ő nem tud hibázni, így van. És egyébként miért a túros csúszára esett most a választás, hogy van bármi személyes kötődésed, vagy nagyon szíved csücskéhez közel áll, vagy szakmailag látsz benne fantáziát, vagy egyszerűen csak ez egy olyan jó étel, amit itt szépen be lehet mutatni? Én úgy gondolom, hogy ez egy állandó étel az étlapunkon, és szerintem mindenkinek van a túrós csúszához egy kis kötődése gyerekkorából, mindenkinek van egy kis élménye, és én azt vallom, hogy az ételeken keresztül ugye mindig egy ilyen időutazást próbálunk adni a vendégnek, hogy visszakerüljön egy olyan emlékhez, ami kedves volt neki gyerekkorából, vagy egy utazás során, vagy bármikor ugye az élete folyamán. És ugye az ízek nagyon jól vissza tudnak hozni emlékeket, az illatok, az ízek szerintem a legerősebb ilyen emlék visszahozó dolgok érzékszerveinkből. És ezért is próbáltam egy túros csúszát készíteni, ami megfelel a mai kor ételeinek technológiailag. Igazából egy külföldi vendégelést le lehet tenni, és nem fogja azt mondani, hogy nem teljesen értem, hogy miért adtatok nekem egy úgymond szárazabb tésztát tejföllel és túróval, ami ugye nem annyira népszerű a... Hát sőt, tegyük hozzá, európai. Hogy nekem pont az a tapasztalatom, hogy egyébként, hogyha a külföldieket kérdezed meg a magyar konyháról, hogyha mondjuk azt mondod, hogy mi a top 3 bizarr étel, akkor általában tapasztalatom szerint egyes számú helyen a gyümölcsleveseink szerepelnek, igen. Ugye amire a külföldi a vendégek ugye mindig azt mondják, nem értik, hogy ez az édes joghurt ital, ez mit keres egy előét, ez egy desszert, hogy tudunk utána egyébként egy pörköltet enni. Tehát a gyümölcslevesek szerepelnek egyesen, és rögtön utána a második helyen mindig a tésztaételek, különösen az édes tésztaételek. Ugye a túros csúszánál majd rögtön rátérünk, hogy itt most ez igen, édes, ez nem... sós, vagy sós-édes, vegyes, de hogy azért ezt sem értik nagyon sokan, hogy akkor egy túró, tészta, tejföl, békön, cukor adott esetben, tehát hogy azért nekem voltak ilyen visszajelzéseim is, hogy ez is egy ilyen befogadhatatlan étel. Igen, nem szokták, főleg a túróval is általában bajuk van, tehát nem is, hogy bajuk van, hanem nem szoktak hozzá, ugye a más európai konyhákban nem használják, vagyis használnak rikottát igazából, de a magyar rögös túrót nem annyira elterjedt ugye más konyhákba, és ezért egy kicsit óckodnak, hogyha mondjuk túrós tésztát készítnek. Ádám, és ez vaj? Vaj, igen. Vaj, tehát ez a mennyiségű, na, sejthettem volna, ugye, hogy egy ilyen fine dining túrós csúszában, a túrós csúszában úgy indul, hogy egy ilyen 300 gram vajat. Lehet, hogy nem fogjuk az összeset, de a két-három alát biztos, a vargányát, majd azon elsütögetjük a két-három alát biztos, hogy elhasználjuk. Igazából egy...
Bourbon-t fogunk készíteni, amit egy picit előkészültem rá. Máté itt van közben, ő el fogja kezdeni a tésztát készíteni nekem. A tésztáról van valami friss extra tésztát, tudnivaló? Igazából annyi, hogy mi az étteremben minden második nap készítünk tésztát. Van az a töltött tésztáink, széles meteltet is készítünk, úgyhogy nagyon szeretjük a házi tésztát. Én Angliában tanultam, vagy a szakácsiskolát Angliában végeztem, és egy olasz mentorom volt, aki nagyon érdekes volt, Salvatore-nak hívták, és azt mondta, hogy egy dolgot kell megjegyezni, 10 dekalisz, egy tojás, és bármikor tudsz ugye tésztát készíteni, és ők tényleg így készítik a tésztát, tehát hogy semmi flick-flak. Én azt egy kicsit azért tovább gondoltuk, nyilván mi itt a tojást, az egész tojás sárgájára cseréltük, egy nagyon pici citromsavat adunk hozzá, hogy ne oxidálódjon, és egy repceolajat használunk, amely hidegen préselt repceolaj, ez Görbeházán készítik. Görbeháza Debrecen mellett van, aki nem ismeretes arrafelé. Ez teljesen hidegen sajtolt, hidegpréselésű, és gyönyörű szép színe van, és van egy nagyon finom diós íze. Mi ezt nagyon sokat használjuk salátaöntetekben. Nyilván ezzel sütni, főzni nem lehet, mert nem finomított olajok azért rákkeltő tud lenni, amikor magas hőmérsékleten égetjük őket. Úgyhogy dressingekbe kicsit lehet hevíteni, de mondjuk sztékeket sütni, ilyesmire ez nem alkalmas. De egy nagyon finom, nagyon különleges olaj. És ugyanitt készítenek mindenféle más olajos magvakból, napraforgóból is hidegen préseltet, mákolajat, tök magolajat készítenek, és egy nagyon kedves házaspár, aki ezt csinálja. Úgyhogy ezt mindenféleképpen szerettem volna elhozni és megmutatni. És azt említetted ugye, hogy nagyon szívügyed a kis termelők felkarolása, az ő termékeik használata. Nálatok most éppen hol tartotok? Tehát már jönnek hozzád, és mutatják a bemutatókat, vagy neked kell felfedezni, még elmenni esetleg falvakba, tényleg kipróbálni, van-e olyan mennyiség, minőség, stb. Tehát ti most, hogy hol áll Debrecen éppen ebben? Igazából az a jó vagy a rossz, hogy az éttermünk egy kicsit azt már rá kinőtte, hogy egy-egy kis termelőtől kizárólagosan be tudjunk szerezni alapanyagokat, és nagyon hullámzó szokott lenni a minőség, sajnos azért ez még megvan. Van egy-kettő, aki nagyon jó, inkább a kisüzemi dolgokat keressük. Kisüzem szerintem az, ami nagyon felfelé mozdul igazából. Ugye ott a szabályozásokat betartják maximálisan, a higiéniai szabályozás, a csomagolásra vonatkozó szabályokat. Ugye azért elég szigorúak a NABIC által előírt dolgok Magyarországon is, és ugye nekünk is meg kell felelni a szabályoknak. Úgyhogy dolgozunk kistermelőkkel, dolgozunk kézműves termékekkel, de a kisüzemiek azok, akik tudják hozni a minőséget, és igazából mint a tejtermékeinket a szakáltanya készíti, ők is egy nem kézműves, hanem egy kisüzemű tejtermékgyártó cég, csak vajra és 35%-os tejfölre specializálódtak. Nagyon különleges a tejföl, nyilván nagyon magas a zsírtartalom, ezért nem tartja úgy a savasságot. Tehát, hogy azt érdemes tudni, hogy ezeknél a magas zsírtartalmú tejfölöknél sokkal alacsonyabb a savtartalom. Tej, teltebb íz, igen. Egy sokkal krémesebb, tejszínesebb ízvilágot ad. És mi nagyon sok tejfölt használunk. Ugye nyilván a magyar konyhának szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó alapanyaga, amit szintén nem értenek a külföldiek. Én csak egy kicsit, hogy kitérjek. Amikor eljöttem Angliából, kaptam egy ajándékkést a kollégáimtól, amire az volt rágravírozva, hogy sour cream and paprika. Tehát szerintük a tejfölbe és a paprikába kimerül a magyar gasztronómia, úgyhogy azóta is ez a késhez megvan, ez egy emlék, és mindig emlékeztet, hogy igazából eléggé lenézik a kelet-európai gasztronómiát. Na most szerencsére azért ez változóban van. Én úgy látom, hogy azért most már lassan-lassan azért ebben is van áttörés. Reméljük, hogy az ilyen fesztiválok is például hozzájárulnak ahhoz, hogy akár mondjuk a román, erdélyi, magyar konyhának a jó hírét is vigyék külföldre. Ugye egyébként külföldön is vannak akár Londonban olyan újságírók, akik most már egy picit jobban mernek foglalkozni ezekkel a konyhákkal. Ugye a Szoltnak is volt
egy kezdeményezés Adam Handlinggel Covent Gardenbe főztek együtt, amik szerintem nagyon, ezek nagyon jó kezdeményezések, és tényleg előre viszik a magyar gasztrót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed arról, főleg mondjuk debreceni étteremként. Debrecen ugye nagyváros, Debrecenben nagyon, ugye egyetem, nagyon jó egyetem van, nagyon sok külföldi diák van, tehát a közönségetek isnek is azért fontos része ugye az ott élő külföldiek, üzletemberek, az egyetem vendégei, stb. Mondjuk egy ikonban, ami azért most már régóta működik, tehát azért egy bejáratot... Igen, idén voltunk 10 évesek. 10 évesek, igen, de azért viszonylag régóta működik. Szóval én úgy látom, hogy főleg vidéken nagyon nehéz és nagy kihívás megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hogyan tudsz megfelelni mondjuk a gasztroturistának, a Budapestről érkező gasztroturistának, a külföldinek és a helyi ízlésnek. Tehát, hogy ez nagyon más és nagyon nehéz megtalálni azt a középpontot. Tehát nálad mi szokott lenni ehhez a gondolkodásmód? Tehát a magyar, klasszikus magyar ételeket mutatjuk, vagy kiszolgáljuk közben egyébként mondjuk a helyi közönséget is, aki meg pont annak örül, hogy mondjuk tud enni egy jó sztéket vagy kagylót. Tehát, hogy ez igen, nagyon nehéz lavírozni. Igen, ez mindig egy nehéz sztori, és ugye úgy próbáltuk összerakni az étlapunkat, ugye én 4 éve vagyok az Ikon étteremben, és azóta ugye ez egy folyamatos evolúció ment át az étlapunk. Nagyon sok sztéket eladunk, ez nagyon érdekes dolog, hogy nem ez a fő, amire büszkék vagyunk az étteremben, de nagyon jó sztékeket sütünk, és szerencsére egyre több magyar termelőtől tudunk beszerezni nagyon jó sztékeket. Mi magunk is érlelünk sztékeket. A Faluvégi Hússal vagyunk kapcsolatban, ami Debrecentől szintén egy 20 percre található Hajdúszoboszló határába, Kaba és Hajdúszoboszló között. Ők limuzin állatokat tartanak, és egy teljesen zöld húsüzemük van, ugye, ami önfenntartó, saját napelemparkkal, mindennel. Nyilván a Hortobágyon legelnek az állatok, azért az egy nagyon jó nagy dolog, és az egyik vezetőjük, ő pedig Amerikából jött vissza, és ugye hozta ezt a látásmódot, ugye, hogy hogyan kell a húst ugye úgy feldolgozni, hogy az a sztéknek megfelelő legyen. Emellett nyilván külföldi sztékeket is használunk, ugye nyilván az képmutató lenne azt mondani, hogy csak Magyarországról adjuk meg a sztékeket, és keresik is az Amerikából, Dél-Amerikából érkező sztékeket a vendégek, ugye a helyiek főleg főképpen. És tehát az étlapunk 3 részből áll az étterembe. Van egy szezonálisan változó leves, előétel, főétel, desszert szekció, és mellette van egy hagyomány másként részleg, ahol ezek az ételek, mint például a túrós csusza, a brassói apró pecsenye, borjúpofa pörkölt. Az a brassói, ez zseniális, tényleg én is azt igen, igen, azt igen. Nagyon érdekes, hogy mi ugye zöld borsóval készítjük, aha, és ez nagyon megosztó. De az a hajdúság, nem? Tehát Debrecenben borsóval is, igen. És Borsodban is, én ugye Miskolcról költöztem Angliába, aztán pedig Debrecenbe, és mi borsóval leszük ugye a brassóit. Mangalicaszűzből készítjük, a kövértanyával vagyunk ugye kapcsolatban, ez tetétlenen található a kövértanya, és ők készítik a debreceni párosunkat is. Úgyhogy a híres debrecenit, ugye, amiben egyébként az Ikonnak nagyon nagy úttörő szerepe volt, ugye ez a debreceni, ami onnan származik, és aminek egyébként nagyon komoly ugye eredet története van, és hát ehhez képest ugye ez a debreceni páros azért egyike azon ilyen hústermékeknek, amik szegények azért mondjuk így az utóbbi évtizedekben azért eléggé megtépáztak, és tényleg nagyon közepes minőség vannak, és ugye ott az Ikonban erre azért volt egy elég komoly kezdeményezés, aminek a keretében ugye régi receptúrákat kikísérletezgették, tehát hogy tényleg visszatértetek ehhez az eredetéhez, és kiváló. És ugye hungarikummá vált a debreceni páros, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az Ikon előző séfje, és a Debrecen városa kezdeményezése volt, hogy megalapították ugye a debreceni páros kódexet, és belekerült a kódexbe a debreceni páros leírása. Majd ez egy kicsit ugye reformálta a debreceni készítést, és most már nem lehet debreceni párosnak hívni azokat a húsipari termékeket, amik nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, és talán egy kicsit
debreceni ízesítésű, vagy valami ilyesminek lehet hívni, de ugye debreceni páros nem lehet, csak az, ami méretben, ízben, fűszerezésben, húsban megfelel. Ugye és a... ez van most nálatok, vagy van igen, nálatok, igen, így kérdezem, van nálatok, egy ilyen állandó, muszáj hozni, nem? Ez egy állandó, egy állandó igen, élni. Egy signature, és nagyon jó látni, hogy a piaci kolbászevés, ugye reneszánszát éli, nagyon szeretik az emberek. Léta, Debrecentől nem messze található létavértes, és Magyarország tormáját, ott tehát 80%-át a magyarországi tormának ott termesztik. Ugye a talaj, homokos a talaj, ugye a torma föld alatt nő, egy répaszerű dolog, nyilván mindannyian ismeritek, és ott ugye nagyon kedvező neki a talaj puhassága és a talaj összetétele is, egy nagyon jó, erős torma. Hát ráadásul szerintem azt nagyon sokan nem tudják, egyébként még Magyarországon sem, hogy ugye a hajdúsági torma az egy ilyen Európai Unió által levédett, eredetvédett termék, igen. Tehát hogy csak tényleg kiváló minőségű. Most már hál' Istennek ugye azért otthon is sokan dolgoznak vele, de én akkor néhány éve felfedeztük, ott mi is elmentünk oda erre a Vámos térségre, hogy akkor egyszerűen az volt, hogy ez a minőségű torma gyakorlatilag ott leszették, és azon nyomban ment ki többnyire Németországba, igen, olyan minőségben. Felvásárolja a legtöbbet, és utána rosszabbnál rosszabb. Hát de olyan minőség, hogy aki ilyen tormát nem látott, egyébként korábban én sem láttam milyen minőségű tormát, az csak azzal találkozik, ami esetben mondjuk a zöldségesnél vagy a piacokon van, és hogy egyszerűen egy köszönő viszonyban nem, sincs, nem, tehát hogy az egy hófehér, gyönyörű, tényleg igen, makulátlan. Igen. És ugye ne adalékanyag nélkül, tehát nagyon fontos, hogy a mi tormánk is úgy készül, hogy csak sócukor és ecet kerül hozzá, tehát hogy semmi más tartósítószert nem és adunk ez is hozzá. Van itt egyébként, hogyha valaki esetleg készítettük igen. Igazából, de Hejt Lóri szokott nekünk tormát készíteni. Ő amúgy egy nagyon, tehát ugye meghatározó torma, ugye a magyar gasztronómiában nagyon sok helyre szállít tormát, és ugye rengeteg tormát készít. Ízesítetteket is, de mi inkább ugye a natur tormát készítjük. Na, ugorjunk vissza közben a csúszához, hogy igen, bocsánat, hogy haladunk. Csak ezt el szeretném mondani, hogy igazából készítettünk szalonnából egy szalonna vizet. Tehát, hogy összevágtuk a szalonnát nagyon apróra, felhúztuk sima vízzel, és felforraltuk, leforraltuk róla teljesen a vizet, utána megint visszahúztuk vízzel, megint leforraltuk, ezt háromszor megtettük. Nyilván kifőtt belőle egy kevés zsiradék, és ugye az összes füstös ízanyagot kiszedtük belőle. Ebből fogok egy vajmártást készíteni, amihez írót fogunk adni, és kaporolajat. Igazából a kapros túrós lesz a tésztánk, és a tetejére pedig harcsaszalonnát készítettünk. A harcsát, a szürke harcsát száraz sópászba tettük, garammasszalával és citrusokkal, és utána ezen a sópácon ugye hagytuk egy éjszakát, utána pedig kiszárítottuk, és megmutatom már is, hogy egy ilyen igazából egy elég kemény szárított harcsa lett belőle, ami reszelhető is, vagy pedig nagyon vékony szeletekre szeletelhető, és ez kerül a tetejére, és még szalonna pörcöt készítettünk, abból a szalonnából, ami amúgy megfőd, ugye semmit, mindent megpróbálunk megmenteni a konyhán, ugye ez nagyon fontos, ugye a fenntarthatóság jegyében mindent felhasználni, nem pazarolunk, utána lepirítottuk a maradék pörcöt, kipirítottuk, és ez is a tetejére fog kerülni. Hogy látod, mennyire változik a vendégek nyitottsága, tájékozottsága, mennyire kalandvágyúak, mondjuk, hogyha valakinek azt mondod, hogy egy harcsa, füstölt harcsa található egyébként a túrós tésztán, akkor látsz-e ott ilyen elriadó tekinteteket? Tehát mi a tapasztalat? Én úgy gondolom, hogy egyre több ember ugye utazik, egyre többen szeretnek megkóstolni új dolgokat, és valahogy kiépül egy ilyen bizalom az étterem felé is. Próbálunk mindig azért olyan dolgokat adni az embereknek, ami finom és ízletes. Szerintem ez a legfontosabb a mi filozófiánkban, hogy az íz a legfontosabb, nyilván a tálalás, a dekoráció és az öncélú technológiák, azok csak másodlagosak vagy harmadlagosak éppen a konyhába. Úgyhogy mindig az ízprofil ugye a hagyományosság, és akkor utána próbáljuk egy kicsit modernizálni a tányéron az ételt, anélkül, hogy túl extrémekbe mennénk igazából. Ugyanígy ugye a brassóinál ugyanazokat az ízjegyeket használjuk, nyilván borsópürét készítünk, amit édesanyám azért nem készített, külön készítjük el a szűzpecsenyét, nem pedig
a krumplival van összeforgatva, aszalt paradicsom kerül bele a lecsó helyett, úgyhogy ilyen kis apróságok, amik én úgy gondolom, hogy jobbá teszik az ételt, és de az íze nem változik. Tehát, hogy egy nagyon kellemes ízvilágot tudunk visszaadni, ami, ahogy mondtam, visszarepíti ugye a vendégeket akár a gyerekkorukba. Bocsánat, csak közben el kell indítanom a... Nyugodtan. És most frissen készítettetek tésztát? Igen, elkészítettünk egy adag tésztát. Ez, ugye, ahogy mondtam, tojás sárgájára cseréltük a nagy részét az egész tojásnak. Egy nagyon kicsi került bele ebből az olajból. Nyilván az olaszok ugye olívaolajat használnak, mi ugye amink van, azt használjuk. Szerintem ez nagyon fontos. Uh-huh. Nem is tudom, hogy valakivel beszéltünk, vagy mondta, hogy nem magyarosat kell főzni, hanem magyart kell főzni. Igen, alapanyagba. És ízvilágban is igazából. Úgyhogy elkészült a tészta. Ez egy elég lágy tészta, levákumoztuk. Ez a vákum, ugye pihentetni kell a tésztát, az nagyon fontos, hogy mielőtt dolgozunk vele, pihentetjük. A vákum technológiának köszönhetően ez a pihentetés ugye leredukálható, nem kell olyan sokáig várni. Amúgy ugye becsomagoljuk, hűtőbe tesszük, egy órát körülbelül pihentetjük, így egy 10-20 percen belül ugye használható. Most egy picit ezt félretesszük, és közben elkészítem az öntetet, a szószt hozzá. Bocsánat. Ami az író... Igen, ez ugye a szalonna víz, ezt betettük igazából, ez a Thermomix, nem tudom, hogy aki ismeri, az ismeri, aki nem, ez egy olyan turmix gép, ami fűthető. Emulziót próbálunk készíteni, úgyhogy 50 fokra állítottam, 50 fokon ugye a legideálisabb a zsír és a víz elegyedéséhez, ugye ez a hőmérséklet. Itt a majonézeket, a hollandikat ilyen hőfokon érdemes, ugye, hogyha bármilyen emulgálást végzünk, akkor ez a legideálisabb hőfok. És írót hoztam, hogy a savasságot vissza tudjuk adni igazából, ami majd bele fog kerülni ebbe a szalonna velutéba. És készítettünk egy kaporolajat, amit még el szeretnék mondani, hogy ugye sajnos a pandémia alatt nagyon sok időnk volt, úgyhogy elindítottunk egy kertészetet. Tehát, hogy lett a telephelyünkön, ami egy 5 perc autóval körülbelül Debrecen belvárosában van, elindítottunk egy konyhakertet. Mi valószínűleg most éppen ebben az időszakban valószínűleg amúgy is elég jól jön, nem? Igen, tehát, igen. Hogy most akkor nagyon még jól azt jön, nem is tudtátok. És igen, akkor még csak hobbinak indult. Azóta sikerült egy üvegházat felépíteni rá, és 48 magas ágyásunk van, saját furtkuttal, napelemes rendszerről megy a fűtés, világítás igazából. Hát ez most, akkor ez a mostani válság időszakban mondjuk egy teljesen véletlen volt, de nagyon jól jött ki a lépés, és jövőre tervezünk ilyen kerti főzéseket, ahol tavasszal, késő tavasszal ugye az ott a vendégekkel összeszedjük az alapanyagokat, és akkor ott egy grillel, egy ilyen kis teraszon megfőzünk együtt, és utána el is fogyaszthatják ezeket a dolgokat. Bresszi csirkéink voltak, ők a levesbe végezték most már, de nagyon, főleg a kakasok nagyon hangosak voltak, úgyhogy a szomszédok egy kicsit mérgesek voltak így a belvárosi környezetbe. Úgyhogy ezt egy kicsit még halasztjuk a csirketartást, de nagyon sokat tojtak igazából, nyilván nem a kakasok, hanem a tyúkok, és próbálunk ugye egy kicsit önfenntartóak lenni, és egy picit arra törekedni, hogy leredukáljuk ugye ezt a karbonlábnyomunkat, kelljen ugye utaztatni világ másik végén a dolgokat. Innen ugye a kaprunk az a saját kapor, nagyon sok zöld fűszer jön a kertből, mángoldot termesztünk, articsókánk is volt igazából 4 vagy 5 darab, azt gyorsan fel is használtuk, jövőre még több is lesz belőle, eperterem, úgyhogy ugye ez egy nagyon érdekes és egy nagyon jó dolog, és próbálunk ugye, tehát ez is egy ilyen
tanulási görbe, amin ugye minden évben az ember próbál egy kicsit javítani, és próbáljuk... Néha ezek a külső hatások is egy picit felgyorsítják ezeket a folyamatokat. Ez nem egy egyszerű dolog. Én azt hittem, hogy az ember elvet egy-két magot, aztán majd minden jó lesz, azt leszedjük, de nem teljesen így történt. Na, és egy picit ugorjunk most akkor vissza ide Erdélybe, hogy itt vagyunk Erdélyben. Neked van-e bármi kapcsolódásod ehhez a konyhához? Ismerted-e korábban? Most az első benyomások után mi az, ami a legvonzóbbnak tűnik? Szóval, hogy mi a kapcsolat? Nagyon érdekes, én mielőtt kiköltöztem volna Angliába, nem jártam. Tehát, hogy nem jártam Erdélybe. És körülbelül 3 éve egyszer volt szerencsénk eljönni Ivóba, ami ugye innen nem messze van. És akkor ismerkedtem meg úgy ugye magával Erdéllyel. Nyilván, ha az erdélyi ételek, ugye Miskolcon is ugye ismertünk erdélyi ételeket, és... De sose gondoltam, hogy főzzük, vagy készítsük. És amúgy nagyon érdekes ételek vannak, ugye a csorbák, a levesek, fel is került az étlapunkra a pacalos csorba, ciberét készítettünk, korpaciberét készítettünk hozzá, muzsgyét készítettünk, igazából ezek így egyből ugye megfogták az embert. Én szerintem úgy, ha valaki eljön egyszer ide, úgy egy kicsit mindig visszavágyik. Majdnem, hogy hazavágyik ide. Én nekem az volt az érzésem, hogy... Igen, meg hát úgy tűnik, hogy minden szakmabeli is, tehát azért a kulináris szakma képviselői azért ugye az Adorjának köszönhetően itt az elmúlt 3-4 évben mondjuk így elég sokan neki köszönhetően ugye itt egy kicsit el tudtunk jönni felfedezni a kulináris kincseket is, és azért én úgy látom, hogy aki itt egyszer megjelenik, azt beszippantja nem csak Erdély, hanem az erdélyi konyha is, úgyhogy azért az utóbbi éveknek köszönhetően úgy látszik, hogy a magyar séfeket is megihleti. Egyre több étlapon látom felbukkani egyébként az erdélyi konyha különböző különlegesebb elemeit is, ugye akár itt mondjuk, hogyha a hurutot, ugye a hurut főzés a Slow Cooking barlangban, ami ugye folyamatban van, az is több étlapon megjelen. Szóval egész olyan különlegesebb dolgok is, ami még nagyon sok esetben még itt helyben is esetleg olyan értékek, amik újra felfedezésre várnak. Bocsánat, csak közben muszáj egy kicsit főzni. Igen, főzni is kell. A séfeknek néha főzni is, igen, főzni is ugye, kell. Igen. Férfi vagyok, és egyszerre csak egy jó esetben nem egy probléma, dologra... Nem probléma, én meg bármennyi, meg nő vagyok, és bármennyit tudok beszélni levegővétel nélkül. Úgyhogy ez a kettő. Szerencsére Máté ugye nagyon ügyes és segít. Úgyhogy csak nézem a tésztát, még egy picit pihen. Jó. Ádám, engem nagyon érdekel az is mindig, hogy egy séfnek a fejében mi zajlik, tehát, hogy egy ilyen ételnek a megalkotása, a kreációja, hogy zajlik nálad a folyamat. Tehát te az elején látsz egy tányért, és ahol azt kreálod, és azt kísérletezgeted, vagy van egy étel, egyébként, amit meg akarsz csinálni, és abban haladsz így lépésről lépésre, vagy nálad hogy zajlik ez a fejben? Itt, ahogy elmondtam, ugye én próbálunk egy nagyon ízhangsúlyos konyhát vinni, és mindig ugye az étel az adott, tehát hogy mondjuk ide érkeztünk Erdélybe, és megkóstoltuk ugye a csorbát, a pacalos csorbát, és ugye egyből elkezd az ember gondolkodni, hogy tudná ezt egy kicsit átültetni, vagy még egy kicsit extrémebben tovább gondolni, és ugye így kerülnek fel dolgok az étlapra, ugyanúgy az ember Bécsbe jár, akkor ugye egy táfelspiczet megkóstol, akkor egyből ugye hazajöttünk, és táfelspiczet kellett az étlapra tenni. Szerencsére ugye a szezonális váltásokkal egy évben 4-szer cseréljük az étlapot, és azért itt van egy kis tér ugye a próbálkozásra, a játékokra. Nagyon sok olyan étel van, ami nagyon közkedvelt, ugye 4 év alatt elkészítettük, és nagyon közkedvelt volt, és ezek visszatérő ételek az étlapon, és ezt nagyon sokan kérik is, hogy hú, de jó lenne, hogyha még egyszer visszakerülne mondjuk egy risotto az étlapra. Mindig ebbe az időben mi van erdélyi gombás, vargányás risottót készítünk, ami egy kicsit tájidegen, de én úgy gondolom, hogy ugye a gombát az emplémből be tudjuk szerezni. Most már egyre több helyen nagyon jó szarvasgomba lelőhelyek vannak Magyarországon is, ott a környékünkön is, az Alföldön ugye egy nagy fatelepítés indult el, ahol ugye tudnak szedni szarvasgombát. Egyre jobbak az alapanyagok, és ezeket ugye próbáljuk beépíteni. Én szerintem azzal nincsen gond, hogyha az ember a
70-80%-ban helyi alapanyagot használ, de ugye vannak olyan dolgok, mint például egy rizs, ami mondjuk egy risottónál, nyilván Magyarországon nem találunk olyan minőségű. Risottóban nem, de ugye egyébként például persze, a rizsből meglepő rizs módon, igen, ugye igen, például igen, a kis újszállás karcak körül. Igen, hogy termesztenek rizst, de hogy risottó rizs, például az olaszok ugye ebben élen járnak, úgyhogy onnan szerezzük be. Fűszereket is, ugye nyilván próbálunk magyaros fűszereket használni, de én nagyon szeretem az ázsiai konyhát, úgyhogy ugye nyilván Angliában ez az indiai konyha, az nekik az úgymond saját konyhájuk. Meg hát őszintén szólva azért, hogy a korábbi mondjuk egy századforduló környéki szakács, magyar szakácskönyvet megnéz az ember, hát ott is egyébként egy ilyen nagyon kozmopolita, nyitott konyhát vittek, amiben ugye ez az úgynevezett gyarmatáru, tehát a fűszerek, citromfélék, ilyesmi, hát az ugyanúgy része volt egyébként a főzésnek, tehát hogy szerintem én szerintem az egy másik véglet, amikor azt mondjuk, hogy akkor most nem tudom, sem citromot, sem kávét, nem tudom, ilyesmit nem használunk, tehát hogy ugye a régi magyar konyhában is ez a fajta nemzetközi ihlet megvolt, meg hát rengeteg különböző hatás érte a magyar konyhát. Kicsit lemerült az elem a... Na, tessék, hogy... Megpróbálok hangosan... Halljuk azért így is. Így van, kész is. Most már nem. Igen, tehát szerintem ez fontos, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nem kell mindent ugye mondani. Tehát ahogy a citrom, ugye sose lesz citrom Magyarországon. Abból is van, hát, ugye Lajos Mizsely kiváló citrom, minden de van. De nem lesz is. Olyan, vagy lime, ugye nyilván, hogy tolódnak el az éghajlatok, egyre több dolog elérhető. A füge is ugye most már Magyarországon is beérik rendesen. De nem kell mindenre nemet mondani. Nagyon sok kezdeményezés van, ugye, amiben nagyon jó magyar alapanyagokat tudunk használni. Sajnos nem mindent tudunk még használni, és szerintem ez azért ez egy 5-10 éves folyamat lesz, mire összeér ugye az ellátási lánc a gasztrónak az igényeivel. Úgyhogy ez még gyerekcipőbe jár, de ha mi most nem kezdjük el, akkor a gyerekeknek, unokáknak nem lesz ugye semmi, és nekik kell. Tehát, hogy hiába halogatjuk, nem lesz, tehát hogy ez valahogy hol el kell indulni, és el kell kezdeni a dolgot. És mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy például egy termelővel, kistermelővel mennyire lehet egyébként kialakítani egy ilyen kölcsönös olyan viszonyt, ahol esetleg te is tudod egy picit őt edukálni, tudod jelezni neki, hogy milyen igények szerint egy picit mondjuk nem tudom, fűszerezés, sótartalma, technológiát, tehát hogy mennyire lehet őket egyébként befolyásolni és a saját igényeidet. Ezt nyilván embere válogatja, én úgy gondolom, hogy vannak, akik nagyon nyitottak, van jó tapasztalat, van rossz tapasztalat is, például Burgonyatéren nagyon rossz tapasztalataim voltak, ott nem volt nyitott nagyon az úriember, akivel együtt dolgoztunk, úgyhogy sajnos nem is a mai napig ugye nagyon nehéz normális burgonyát találni ott a régióba. Mindjárt itt még tényleg nem rendeltem meg a pityókát a Holmio applikációk. Ez gyorsan most bocsánat, zárójelbe zárva, csak tegnap volt itt egy kerekasztal beszélgetés, ugye itteni helyi termelők fontosságáról, és az egyik beszélgetés, vagy apropója éppen ennek az új applikációnak a bemutatkozása volt, ami több ezer termelőt fog össze, és egyébként úgy működik, mint egy ilyen Uber vagy Volt szolgáltatás, tehát applikáción ott vannak a termelők, meg lehet nézni, és hogy itt most a környéken, tehát Gyimesekben körülbelül 9 termelő van itt a környéken, aki egyébként tudja, hogy mi itt vagyunk, és nagyon számítanak arra, és várják, hogy esetleg innen érkezik rendelés, mert hogy ez akkor úgy működne, hogy ott látjuk a termelőket, sajt, pityóka, nem tudom, ami éppen nem csekkoltam még, ide tudjuk rendelni, és akkor az a termelő, vagy ők összefogva, ide szállítják a recepcióra. Úgyhogy én azért mondtam, hogy tegnap ezt ki fogom élőben próbálni, hogy mennyire működik, zárójel bezárva. Vissza akkor a tétel, már közben tésztát nyújt, azt ha jól látom. Igen, igen, elkezdtem a tésztát. Hát lamináljuk igazából a tésztát. Ugye nagyon sok réteget próbálunk létrehozni, hogy legyen egy rugalmassága, elasztikussá váljon a tészta. Én nagyon fontos a jó liszt, fontos a milyen jó minőségű tojás. Mi egy magyar pizzalisztet használunk igazából, egy dupla nullás finomságú, és ez nekünk ez vált be, ez egy nagyon jó dolog. Most kaptam itt egy helyi lisztet, megnézzük, hogy az hogy működik, igazából csak a nyújtáshoz fog kelleni. Ezt Máté, mindjárt átadom neked, jó? Egy kicsit. A szósz az hogy áll? Jó? Szuper.
És mondjuk ez a túros csúsza ugye étlapon van, tehát mondjuk ez egy olyan étel, amit éppenséggel egy szóval rendelik ezt külföldiek is? Igen, és igen. És mit szólnak hozzá? Szerintem tetszik nekik igazából. Aha. egy olyan formába, egy olyan köntöst be tudtuk újtatni, ami ugye akár egy külföldinek is értelmezhető, és a magyaroknak is ízlik, tehát hogy ez a szépsége a dolognak. Ezt először a tavaszi étlapunkra került fel, és aztán annyira népszerű volt, hogy áttettük a hagyomány másként rovatba, és ott most már ugye állandó az étlapon. Bocsánat, csak közben működik, ez kinyomtad, Máté? Jó? Tésztát, csak mondom, hogy itt tényleg nulláról tésztát készítünk, úgyhogy... Úgyhogy nyilván annyi segítségünk volt, hogy mindenki volt mérve előre, úgyhogy ez így egy kicsit egyszerűbb, de amúgy nem egy nagy ördöngőség, igazából otthon is nyugodtan neki lehet állni tésztát készíteni, hogyha az embernek van egy kis ideje. Nekem a gyerekek nagyon szerették kisebb korukban a tésztakészítést, nyilván odaadtuk neki, kézzel át tudta gyúrni, és ez... Ugye a gyurmára is emlékezteti ugye a gyerkőcöt, és azóta a kisfiam kicsit megszállott lett, és séf akar lenni, úgyhogy valamit elrontottunk, de próbálom még lebeszélni róla. Hát nem feltétlenül, nyilván ő most rögtön szeretne séf lenni, mondtuk, hogy még azért egy kicsit iskolába kell járni, tehát 11 éves, úgyhogy meg volt egy kicsit sértődve, hogy nem lehet pénzért dolgozni 11 éves korban, úgyhogy azóta számolja vissza az éveket, a napokat, hogy mikor mehet már el. Most kitalálta, hogy Hollandiában 14 éves kortól lehet dolgozni, és hogy ő 14 éves korában Hollandiában akar szakács lenni, úgyhogy okay. Meglátjuk. Akkor valamit mégiscsak jól csináltál, hogyha ő is ezt a példaképet szeretné követni. Gondolom, hogy azért tetszik neki, ugye azért a nagyon érdekes, hogy ő nagyon válogatós volt. Tehát a gyerekkorában nagyon sok zöldséget evett, de ahogy elkezdett a konyhába bejárni velem, nagyon sok dolgot megkóstolt, és most már rámenlevest teszik. Igazából ugye a tengeri dolgokat az gyerekkoroktól kapták Angliába, de egy kicsit ugye elszoktak tőle, és megint vissza kagyló teszik. Nagyon szereti a rákokat, az ilyen tengeri herkentjüket, úgyhogy ez egy nagyon nekem a szívem nagyon jó dolog, hogy ilyen jól visszatért ugye az ízlés, és egyre több dolgot megkóstol. Még azt szeretném megmutatni, hogy készítettünk egy nagyon vékony szelet lárdót, ugye erről beszéltem az elején. Ez szalonna, nem füstölt, igazából ez csak a zsírszalonna, és ez Dézsába készül. A Szatmár Dry Cure, ami ugye a Szilárdnak is kötődése van hozzá, ők készítik nekünk, mangalicából készül, és ezt mi nagyon vékonyra leszeleteljük, és ez fog a tetejére kerülni, mint egy fátyol igazából az ételünknek. És a másik szalonát pedig Szilárd apósa készíti, őnek is hentes műhelye van, és ez pedig egy hagyományosabb fokhagymával pácolt szalonna, és ugye ebből készítettük a szalonnavizet, ahogy azt már elmondtam. Egy fél pillanat, már is a szoszi az megvan. Én egy kicsit előkészültem, hogy tudjatok kóstolni, miközben mi még ugye befejezzük a tésztát. És ez egy töltött tészta lesz? Most igen, nézem. Igen. Egy ilyen töltött tésztát készítettünk, és már is kiteszem a tányérokat. A szószunk elkészült, ez is lassan... Mivel van töltve? Kapros túró. Kapros tehát a túróval van rögös, megtöltve, igen, és akkor... Leveles túró és rögös túró keveréke, tehát a leveles túrót nem tudom, hogy ki ismeri, vagy ismeritek-e. Igazából ugye a túrót a készítésnél, ahogy elkezd ugye felülni a tetejére ezek a szigetek, akkor azt nem kevergetik tovább, hanem leszedik ilyen lapokba a tetejéről. Ez majdnem, mint egy krémsajt, olyasmi jellegű, ez a leveles túró, és ugye ezután a maradékot keverik, és ugye így készül a rögös túró, az teljesen, az egy sokkal szárazabb tejtermék, és a kettőnek a keverékéből egy ilyen nagyon érdekes, nagyon finom dolgot tudtunk előállítani. Kapor került bele, sóbors, ennyi igazából. És a túróra is van saját termelő? Igen, van egy kis termelő, a tejet is tőle vesszük, a túrót is tőle vesszük, ő pedig
Na most majdnem meg tudtam mondani. Majd ez, hogy van, ott, van igen, nem messze, ott Hajdúbihar megyébe. Ez ő is egy kis üzem, uh-huh. tehát hogy igazából mindig tudja ugyanazt a minőséget és mennyiséget uh-huh. biztosítani, amire, amire szükségünk van. És szerinted mi a megoldás arra, hogy ugye nagyon sokszor, csak pont a túróról jutott eszembe, hogy nagyon sokszor az történik, hogy van mondjuk egy-egy kis termelő, akár családi, idősebbek, fantasztikus, top minőségű termékkel, és egyszer csak mondjuk idős lesz, mondjuk 80 évesek lesz, 80 éves lesz a termelő, és azt mondja, hogy akkor ő már elfáradt, szeretne pihenni, már nincs erre kapacitása, és a következő generáció nem akarja átvenni, és akkor egyszer csak egy ilyen csodás, mondjuk túró meghalt. Tehát, hogy mi lehet arra a megoldás, hogy valahogy ezeket megmentsük? Én igazából egyre több olyan családot látok, és szerencsére ott, ott Hajdúbihar megyében nagyon sok olyan második-harmadik generációs család van, aki ugye az agráriumból indult, ugye nyilván a 90-es években a nagyapák, az apukák kezdték el, és ugye második-harmadik generáció is viszi tovább ezt a dolgot. Nagyon érdekes, hogy, hogy talán egyre többen úgy vannak vele, hogy, hogy követik ezt a dolgot. Tehát, hogy nem, most már nem, úgymond nem ciki ugye, a mezőgazdaságba dolgozni. Szerinted most ez elérkezett arra a pontra? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. Aha. Tehát nyilván, vagy én úgy látom, hogy ott a környékünkön nagyon sokan vannak, akik állattartással, növénytermesztéssel foglalkoznak, és már nem úgy élik meg, hogy ez egy ilyen nyűgös dolog. Nyilván ehhez kellett az is, hogy azért egyre jobban megéri ezzel foglalkozni. Uh-huh. Tehát, hogy azért most már jó pénzt is lehet keresni a... Meg hát nyilván, hogyha mondjuk hogy az éttermekben, a profi gasztronómiában is egyébként az az egyre jellemzőbb, hogy az éttermek ugye jó minőségű termelői dolgokkal dolgoznak, akkor ugye az nekik is egy állandó fix bevételt tud jelenteni. Tehát az éttermeknek ilyen szempontból nagyon nagy felelőssége is van. Igen, egy fél pillanat, körülbelül ennyit, jó? Ups, nézd csak, hogy a cseppen. És ehhez kapcsolódóan, ehhez a séf és éttermi felelősséghez kapcsolódóan érdekelne az is, hogy hol van az a határ, vagy mikor van az, hogy mondjuk egy termelői áru sokkal kiszámíthatatlanabb, adott esetben mondjuk ingadozik a minősége, árban magasabb, és mégis azt mondod, hogy felelősségednek érzed, és azt választod, és mondjuk nem a, nem tudom, a nagy szupermarketből házhoz hozott árut. Hát szerintem, hogyha, tehát mindig van az a dolog, tehát hogy mindig azt kell nézni, hogy fejlődőképes-e a dolog. Tehát, hogy ha valaki tényleg fejlődőképes, és együttműködik, akkor ott ugye megvan az emberbe az, hogy igenis megveszem akkor is, ha nem olyan jó, de látom, ez is egy ilyen befektetett energia, befektetett pénz ugye a jövőbe, ahogy ezt beszéltük. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy például a tej, a termelővel, aki a tejünket, vagyis a tejfölt és a vajat készíti, ő vele úgy ismerkedtünk meg, hogy bejött, mondta, hogy tudom, hogy még nem vagyok ott a szakma csúcsán, de nagyon szeretnék odaérni, és hogy mindenféle visszajelzés, visszacsatolásra szükségem lenne. Úgyhogy hozott mintát, megkóstoltuk, tényleg amúgy nagyon jó volt a dolog. Mondta, hogy szeretne még terjeszkedni, szeretne ugye kultúrát, fermentált vajakat készíteni. És elindult egy ilyen párbeszéd, és tényleg látszik rajta, hogy nagyon akarja. Azóta már nagyon sok étterembe a fővárosba is viszi a vajakat, a tejtermékeket. Egy dolgot elfelejtettünk, a tojást nem hoztunk, úgyhogy egy kicsit próbálok csalni. Tehát a töltelék akkor kétféle, rögös túró, igen. Leveles túró, kapor, picisó, ha igen. Jól értem. És ilyen piciket készítünk belőle. Uh-huh. Igazából a főzésnél a tészta az, uh-huh. az ugye úgyis egy picit változik, vagy dagad. És arányaiban is talán a szószal együtt. Tennél ebből légy szíves egy kicsit mindegyikbe, egy két-három uh-huh. szemet. És akkor ilyen félholdokat hajtogatunk belőle. Amit mi ugye az étteremben úgy szoktunk elkészíteni, hogy van egy napunk, amikor ugye tésztát készítünk, vagyis hát kettő nap ugye a héten, és ugye akkor
akkor ilyen batchbe elkészítünk egy, egy nagyobb mennyiséget, blancsoljuk, tehát hogy kap egy nagyon kicsi hőkezelést, és utána pedig ipari sokkolókkal lefagyasztjuk egyesével. Nyilván ez csak a szervíz miatt nagyon fontos, hogy ugye a vendégeknek tudjuk időben, ütemben ugye készíteni a dolgokat. És most éppen mind dolgozol egyébként, milyen ételeken? Jön az őszi, téli időszak, most lecseréltük az étlapot, úgyhogy egy nagyon érdekes új étlappal várjuk a vendégeket. Pont egy pár hete, két hete, azt hiszem két hete sikerült lecserélni az étlapot. Úgyhogy hogy az őszi étlapunk az most már teljesen működik. És mi az a büszkeség, amit majd meg kell kóstolni? Hát igazából most ez egy kicsit nem... Kicsit ellentmond annak, amiről beszéltünk, amire én most nagyon büszke vagyok. Készítettünk borjúbrízből egy ételt. Borjúbrízből készítettünk egy ételt, amihez egy magyaró szószt és petrezselymet használtunk, és ez szerintem ez nagyon jól sikerült. Petrezselympürét készítettünk, petrezselyemolajat, petrezselyemből egy ropogóst, és ugye körte szezon van, úgyhogy a körtét, savanyított körtét, körtepürét, és magát a borjúbrízt ropogósra megsütjük, utána pedig egy indonéz ikletésű szatészósz jellegű zsűbe beglézeljük, és ez így kerül ugye a vendégek elé. Én ezt szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy ez egy különleges dolog. Szuper. Meg vagyunk a izéhez is. A vaj ebbe van. Úgy látom, hogy lassan-lassan a tálalás. Jó. Fázisába érünk majd. Ebből tennél rá mindegyikre egy szeletet a tésztáról, légy szíves, jó? Ezt így le tudod szépen venni. És itt a fesztiválon tudtál már kóstolni? Volt alkalmat körbejárni? Nem mehet rá. Aha. Igen, tegnap sikerült körbe járni, barátkozni ugye a kiállítókkal, úgyhogy nagyon finom dolgokat kóstoltunk, és újabb ihletet, inspirációt kaptunk. És egyébként ugye itt van az Ádám, itt van az ikonétteremmel, tehát a sátor melletti bal első stand, ugye? Igen. Ott vagytok, és akkor van természetesen a Signature debreceni a létai tormával, és mit lehet még nálatok kóstolni? Egy körmös pacallal készültünk, ami nagyon kedves a szívemnek igazából, ez malacfüllel. Egy hagyományos körmös körömpörköltet készítettünk, amiben belefőztük a pacalt. Majd a befejezésnél a végén pedig felfrissítjük salottával, savanyú borkával, egy pici vajjal, és még kerül bele egy pici kapribogyó. És a tetejére pedig rántott malacfület készítettünk. Lajos Bíró Lajos már kóstolta? Igen, többször is már. Többször is. Többször is kóstolta. Nem mondott semmit, sose dicsér. Sose dicsér, igen, ahol a Lajos pacalt lát, akkor az ott. Igen, és még egy nyírségi gombóclevest készítettünk, tehát hogy ez lesz a, nem tudom, hogy látszik, ez lett a veluté, az íróból. És a tejfő. Bocsánat, szalonna vízből. Jó, nézd csak, mit lesz a szósz. Mehet rá az olaj először, vagy utána is mehet az olaj. És ezt a szalonnát. Harcsa szalonna akkor. Igen, ezt kellene majd. És nálad egyébként mennyi idő kifejleszteni egy ételt? Tehát mondjuk azért is nyilván az elemenként mindent le kell tesztelni, technológia van, ami a több ideig tart, tehát hogy nálad ugye mennyi idő? Általában elkezdjük, vagy felkerül a táblára, nagy szerencsénk van egy ilyen séfajánlatunk, ami ugye táblás, egy krétatáblánk, amire ugye felkerülnek ezek az ételek, és utána ott ezt kipróbáljuk, meglátjuk, hogy ugye a vendégek hogyan kedvelik, és ugyan próbáljuk tökéletesíteni ezeket. Ennek az étel kitalálásában Máté Nagy volt az egyik ötlet gazda igazából. Mi leszoktunk ülni együtt az egész csapat ötletelni, és akkor úgy jönnek az ötletek, hogy túrós tésztát kéne feltenni, de milyen formában lehetne, akkor ugye kitaláltuk, hogy a töltött tészta lenne mondjuk a legideálisabb, és akkor Máté ötlete volt ez a bőrblan, ami ugye egy szalonnavízes bőrblan,
Úgyhogy így mindenki ad bele egy kicsit, uh-huh. és akkor utána ezt leteszteljük, ugye kóstoljuk, uh-huh. És ugye így kerülnek fel utána állandóra az étlapra, uh-huh. hogyha beválnak ezek a... És van olyan étel, amit egyébként mondjuk te vagy ti nagyon szerettetek, és mégis valahogy nehezen döcögött, és nehezen lehetett a vendégeknek eladni, most nem csak szó szerint. Hát, hogy vagyunk már? Igazából az van, hogy nagyon érdekes, hogy ugye én nagyon belsőség, uh-huh. tehát nagyon szeretem a belsőségeket, és általában a belsőséget, megfordítva a dolgot, az, amit nagyon, nagyon kedvelnek. Tehát eleinte nagyon féltünk, kedvel? Igen, eleinte uh-huh. féltünk feltenni. A bárányagy került fel az uh-huh. étlapra. Mindig egy kicsit próbálunk a prezentációba is egy ilyen kis polgárpukkasztást belevinni. Uh-huh. Egybe tálaltuk uh-huh. paprikaolajjal a tetején. Uh-huh. Tehát, mint hogyha egy kis, igen, uh-huh. igen, mint egy kicsit véres lenne a teteje. És nem rettentette el az embereket, aha. igazából visszajöttek érte, és azóta is, ugye ez csak egy táblás ajánlat volt, de azóta is igénylik, várnak rá. Ugye, ez egyébként meglepő, tehát hogy pont azt szokott lenni, hogy például mondjuk egy bárány agy, azért ugye a legtöbb konyha szerintem ott azt mondaná, hogy hú, ez megosztó, nem félni fognak tőle. De ezek szerint akkor ott a debreceni nem, ezek, ez nagyon érdekes, hogy tényleg az, amikor pacal, fül, akármilyen ilyen aha. érdekesség kerül fel, az általában elfogy a... És nálatok hogy oszlik meg egyébként a közönség, tehát mondjuk a külföldi magyar, mert tényleg Debrecenben azért nagyon kiemelkedő a külföldi, az egyetem miatt ugye a külföldi vendégek aránya, tehát kb. Magyar, külföldi aránya. Én úgy gondolom, hogy a Covid előtt úgy voltunk, hogy 30-30-30% és 10% százalékosan ugye igen. csapódott ugye vagy a magyarhoz, vagy a külföldi turistához. Sajnos a külföldi turisták úgymond elkoptak. Uh-huh. Uh-huh. Nagyon sok üzleti, bocsánat, a tálat. Nagyon sok üzleti partnerünk, vendégünk van, akik a hétközbeni estéket ugye betöltik uh-huh. az étterembe, ami igazából nagyon jó dolog. Hétvégente sokan érkeznek Debrecenbe. Sajnos Debrecen még azért egy ilyen kétnapos város körülbelül, úgyhogy ezt maradt még a forralóban van a... Kétnapos város, körülbelül 2 napot lehet úgy eltölteni, hogy ne unja meg az ember a várost. És jönnek, ugye Szoboszlóra nagyon sokan érkeznek uh-huh. a fürdő miatt, ők át szoktak jönni hozzánk. És egyre több helyi vendégünk is van. Most már ugye mondhatnám, hogy 40-40% a helyi és a magyar turista, és ugye a 20% az a biznisz és az egyéb turista, aki uh-huh. ugye a városban látogat. A városban ugye van egy repterünk, uh-huh. amit jövőre azt hiszem 1 millió utasra szeretnének, éves 1 milliós forgalomra szeretnének felduzzasztani, és nagyon sok nemzetközi járat indul. Csak közben. Mindjárt megmutatjuk, azt hiszem, talán most még nem, ugye? Még most itt nem lenne, megmutatjuk, mert nagyon szép. Úgyhogy mindjárt majd. Maradék vártó. Úgyhogy sajnos a külföldi turisták úgy, ahogy elkoptak. Uh-huh. Igazából most Nagyváradról szoktak átjönni, uh-huh. sokszor vacsorázni hozzánk, ami nagyon jó. Egy részről, másrésztről... De sajnos hiányzik az angol turista, előtte Angliából uh-huh. is jöttek, ugye a járatok érkeztek 2-3-szor egy aha. héten. Uh-huh. Nagyon sok izraeli turista volt, uh-huh. ők is egy kicsit most el, uh-huh. úgymond elkoptak. És igazából körülbelül ennyi, tehát hogy más németek vannak még nagyon uh-huh. sokan, de ők uh-huh. inkább üzleti, uh-huh. üzleti ügybe. Ugye most épül a BMW gyár, uh-huh. és ugye most már a kiszolgáló cégek is elkezdtek embereket felvenni, uh-huh. és ugye a menedzsment azért Németországból érkezik uh-huh. ezekhez a cégekhez. Jó, ez fotóra itt fogom hagyni, vagy igen, ezt mondja, kicsit előrébb toljuk, hogy akkor nem tudom, hogy állunk Máté lassan a kóstoláson. Ez kész, vagy még egy jön rá. Még a harcsaszalonna rajta.
Egy nagyon pici borsot, elkérhetem a borsot, légy szíves. No, azokra is légy szíves. Nézd csak, mondd. Úgy és akkor. Ez nagyon fontos, vagyis nekem nagyon fontos, hogy ilyen nagyon könnyű szószokat szoktunk készíteni, ami szerintem ízben gazdag, de nem egy nehéz, dolog. Ugyanígy a zsűvel is, ami az étlapunkon, ami zsűket készítünk, azok is inkább ízben gazdagok, mint ugye nagyon, nagyon sűrű és... Akkor most azt hiszem, most látszik a kivetítőn is igen a fogás. Jó. Meg vagyunk. Jó, itt nem tudom, segítetek. Igen, igen, és azt szeretnénk javasolni, hogy... kanál talán szerencsésebb, ez egy kicsit jobb ez a kanál. Igen, és egyébként elég méretes a tészta, úgyhogy azt javasoljuk, hogy aki úgy van, hogy családilag vagy párban, akkor esetleg osztozzon, hogy minél többen meg tudják kóstolni, és kollégák segítenek, úgyhogy... Jó, hát nagyon szépen köszönjük, Ádám, nagy szeretettel, akkor ajánljuk egyébként, hogyha Debrecen felé megy esetleg valaki, akkor ugye az ikonba tud menni, itt helyben a sátor mellett, akkor ezek szerint körmöspasszalt lehet kóstolni meg Debrecenit, úgyhogy köszönjük szépen, és egy nagy tapssal búcsúztatunk téged, köszönjük. És én meg közben azért már is mondom, hogy milyen programok lesznek még itt a színpadon, ugye 4 órától egy nagyon neves német, nagyon neves román sztárséf, ugye Alex Petricsián érkezik, egy fiatal vad séf, aki a Nomában is járt, itt rögtön a magyar séfekkel is minden ismerte egymást, dolgoztak együtt, szóval ő tartja majd a bemutatóját, mindenképpen érdemes csatlakozni. 17:30-kor Tóth Szilárd, ugye a Michelin csillagos Szolt étterem séfe, és a kettő közé mi még teljesen spontán bepréseltünk egy ilyen pop-up örömfőzést, ugye a ma reggel szedett Vargányából Keve Marci és Horváth Boldizsár jönnek, majd ők nem készültek arra, hogy itt főzőbemutatót tartsanak, nem is főzőbemutató lesz, hanem egy ilyen teljesen spontán, nem tudom még ki fog, lehet, hogy Ádám is, vagy mások is becsatlakoznak, szóval ez egy teljesen spontán esemény. És 7 órakor pedig koktélsóval zárjuk majd a gasztrocsűrt, a mai gasztrocsűrt, úgyhogy 7 órakor Nagy Zoltán, a butikbár alapítója érkezik, majd közben pedig ne feledkezzenek meg arról, hogy itt a Slow Living barlangban, vagy Slow Cooking barlangban hurutfőzés, ecetkészítés, fermentálás, és 6 órakor báránybontás,